Geiger Mártával itt vagyunk a konyhában. Ahogy tőled megszokhattuk, szervusz Márti, köszönöm, hogy itt vagy. Szia Eszter, köszöntöm a kedves nézőket. Ahogy tőled megszokhattuk, megint csak kreatív dolgokkal érkeztél. Most húsvét ünnepéhez kapcsolódóan mondod el nekünk, hogy hogyan vonjátok be otthon a gyerekeket a készületbe. Mivel készültél nekünk most? Igazából most egy ragasztásos technikát szeretnék bemutatni. Csupán ragasztópisztolyt kell használni hozzá. Vigyázni kell vele felügyelet mellett, tehát felnőtt felügyelete mellett lehet alkalmazni, mert bizony folyik a ragasztó benne, hogyha felmelegszik. Ebben a kis csőben van a folyékony ragasztó, ami szilárd állapotban van, viszont hogyha bedugjuk a konnektorba, akkor hamar felmelegszik, és tényleg vigyázni kell, hogy nehogy megégesse a piciket. Uh-huh. Így van, és ragasztásos technikával tudjuk elkészíteni ragasztásos a képeket. Jó, mielőtt bármihez is hozzákezdünk, mondjuk el azért, hogy milyen kellékekre van itt ehhez szükség. Itt azért látunk kis műanyagvirágokat, tojást. Így van, sejemvirágok, ezerféle színben kapható, illetve ez a hagyományos kis ragasztómasni az ajándékcsomagokra, hungarocell tojások nagyobb méretben, különböző mintával. Ez ugyanolyan kisebb méretű hungarocell tojás, ennek ugye kisebb a tapadási felülete. Filcvirágok, fa nyuszi, fa tojások, illetve fa virágok. Ez pedig majd a dekoráció lesz magában a kis kosárkában, amit ki fogunk díszíteni nagyon szépen. Na jó, hát akkor én várom, hogy kezdjük el. Mi az első lépés? Otthon teremteni ennek a kis csibének. Ez most akkor igen. Ez a projekt tervezett. Igen, szól. Igen, igen, igen. Teremtünk ennek a pici kis csibének. Igen, aki a tojások között nagyon jól fog érezni magát. Vedd elő, kérlek szépen ezt a kis kosárkát. Igen, nekem is van egy ilyen kis. Így kosárkát. Van. Jó kis esély. Sárga szalag. És kidíszítjük úgy, hogy egy mosnit kötünk rá, mert hogy ugye a húsvét feltámadás ünnepe lévén itt most már a vidámságra is lehet koncentrálni. Így van. Lehet az aljára is kötözni, a közepére vagy a tetejére. Márti, egyébként neked ugye két kisfiad van, és mindig, amikor itt csináljuk ezeket a kis kézműves tevékenységeket, akkor az jut eszembe, hogy ezt vajon a kisfiúk hogy annyira élvezik, mint mondjuk a kislányok, mert ezek olyan lányos dolgok, nem? Vagy javíts ki, hogyha tévedek. Ezek lányos dolgok, mert lányos színeket hoztam most ide inkább, viszont a kisfiúknak egyértelműen ugye a kék-zöld szürkés színek dominálnak. És ők is nagyon szívesen elkészítik, csak egy kicsit fiúsabbra kell alakítani a dolgokat, mert hát nyilvánvalóan az ajándéktojást azt ők is nagyon várják. Akkor az első lépéssel így van, meg vedd a kezedbe kérlek a ragasztópisztolyt, és tetszés szerint válasszál például ezek közül a dekorációk közül, egy közelebb is teszem. Én választok egy sárgát. Akkor. Ennek jobban megtapad a felülete, én pedig egy ilyen gyönyörű kéket. Pici pöttyöt kell a közepére nyomni a ragasztópisztolyból. Hogyha nem megy rendesen a ragasztó, akkor nyugodtan egy kicsit be lehet nyomni a végét, és akkor már is jobban megtapad. És igazából pár másodperc alatt hozzá tud ragadni az adott felülethez. Igen. Sokkal erősebb, mint a stiftes ragasztó, tehát ugye az előző adásokban inkább a stiftes ragasztó használatát gyakoroltuk, az kellőképpen megragad a papírokhoz, viszont az ilyen rugalmatlanabb, rücskösebb felületekre egyértelműen a ragasztópisztolyos megoldást ajánlanám mindenkinek. Igen. Ez is kapható a kézműves boltokban, papírírószerboltban is, és érdemes hozzávenni még töltőanyagot, ragasztóanyagot, mert elég könnyen ugye elfogy, tehát a felületeknél, ami nagyobb, többre van szükség. Amíg próbáljuk megcsinálni a kis fészket a kis csibének, mesélj nekünk arról, hogy nálatok hogy zajlik a húsvét vasárnap, illetve a hétfői nap. Kisfiaimat próbálom bevonni már most az egyházi kereszténységi vonatkozásba is, hogy tudják, hogy minek az ünnepe valójában a húsvét. Nyilván náluk még az örömünnepre koncentrál az ember, tehát Jézus Krisztus feltámadása, mint örömünnep, ezt ők már értelmezni tudják, illetve a nagyobbi kisfiam, illetve ugye ő most már hitoktatásban fog majd részesülni szeptembertől az általános iskolában, ahol ugye teljesen más szemléletet kap. Te is jártál hittanra egyébként? Igen, 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 én nagyon sokáig jártam hittanra, és nagyon fontosnak is tartom a megfelelő felekezethez való hovatartozást, tehát ugye mi római katolikus keresztény család vagyunk.
És húsvét hétfőn pedig ugye a locsolkodási a főszerep, hát én nem megyek locsolkodni velük, de az édesapjuk igen, illetve azt tetszik nekem az óvodában, hogy már ott is erre hangsúlyt fektetnek, lehet vinni gyerekeknek gyártott locsoló parfümöt, vagy akár vízeltelt kis kancsocskát, és azzal meglocsolják a lányokat egy locsoló vers keretében, amit ugye be lehet előre gyakorolni, és mármint olyan az agyuk, mint a szivacs, azt nagyon szépen tudják mondani. A két kisfiad mivel indul el locsolkodni? Adsz neki illatosított vizet, vagy parfümmel megy, esetleg szódás szifonnal, mint nem, a szódás szifonnal, ugye ezt a vidéki hagyományt követve egyébként nekem tetszik ez a hagyományőrző módszer, és ugye manapság egy város, illetve budapesti gyermek nem feltétlenül tud azzal azonosulni, ami ugye régen vidéken szempont volt. Viszont azt gondolom, hogy itt Budapesten is meg lehet ennek a hagyománya, akár egy parkban, akár egy régi gangos házban, nem feltétlenül a szódás szifonra gondolok, de hogy tényleg a hagyományos locsolkodás, ami ugye nem csak egyháztörténeti, kultúrtörténeti szempontból is jelentőséggel bír, mert ugye a tavasz az újjászületés, újjáéledésnek a jelképe, és akkor a hölgyek is, lányok is, kislányok is újjáélednek a locsolkodás kapcsán. Okay. Tehát mindenképpen fontos. Én el is készítettem én közben. Is. Szerintem meg vagyok én is. Próbálom de jó, milyen is. Jó, milyen különböző lett mindkettőnké, viszont igen. A funkciója azonos. Kapsz három szép tojást, és köszönöm szépen. Igen, és akkor ezek a tojások pedig műanyagból vannak, de be vannak vonva papírra. Valamelyik műanyag, valamelyik pedig hungorocell. Mm. Igazából a ragasztópisztoly mind a kettő felületre nagyon jól tapad, úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon-nagyon igen. Jó. És akkor most és akkor beleköltözhet a kis csibe otthon. Hát már nem nagyon fog belefér, de... Tehát ez akár egy asztali dekorációként is funkcionálhat, akár lehet ezzel várni a locsolókat, és pár perc alatt elkészíthető. Nagyon kedves, igen. Nagyon édes. Sőt, még hogyha megnyomjuk, akkor annyira örül, hogy még így csipog is van. Igen. Máté, még hoztál nekünk valamit, amit el kell közösen készítenünk. Nekem ez a személyes kedvencem. Mit fogunk még csinálni? Személyes kedvenc? Igen, várat, az hogy már elmondtad. Igen. És nekem ez tessék, egy cik. Hagyományos képkeret megmutatom itt a kedves nézőknek is. Olyan képkeretet érdemes ehhez venni, ami ilyen mélyített, tehát hogy nem egységben van, igen, hanem van egy ilyen belső része, ami általában műanyag vagy ilyen vászonszövet. Ez vászonszövet, erre is nagyon jól tapad a ragasztási anyag. És itt is csak a képzelet szabhatárt, hogy mivel tudjuk kidekorálni, egy húsvéti képet lehet elkészíteni. Például, hogy egy lány nyuszi viszi a tojásokat. Igen. A virágos réten például. Jó, én például virággal indítok, most egy piros virággal fogok kezdeni. Tehát ugye itt nem feltétlenül csak a húsvétre lehet összpontosítani, hanem magára a tavasz jelképeire is. Így van. Igen, igen. Csak ugye a nyuszi kapcsán, mint ugye beszéltünk a múltkori adásban, hogy ilyen szapora állat, azért kapcsolják hozzá a tojást. Igen. Ezt már Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval is ma megbeszéltük, hogy így jött a képbe a nyuszi és a tojás. Húsvét ünnepéhez. Igen, nagyszerű, és ezt sokan nem tudják, és nem is értik, és ugye a gyerekeknek is ez magyarázatra szorul. Tényleg viszont, kérdezik, már... hogy de hogyan anya igen, képe igen, a mert ugye tudják, hogy a tojás ugye nem a nyusznak a hozománya, viszont így most már teljesen érthető módon lehet velük beszélgetni erről. A tojás meg ugye minden értelemben egyértelműen az újjászületésnek a jelképe. Tehát az új élet adása, termékenység, így kapcsolódik a húsvéthoz, illetve a tavaszhoz. És akkor hogy néz ki mondjuk a húsvét hétfő reggeletek? Tehát felébred a család, mi az első lépés? Az, hogy engem meglocsolnak. Tehát a férjem és a két kisfiam, mint egyetlen nő a családban, így van, utána útra kellnek a nagymamákat meglocsolni. És már önállóan engeditek őket, tehát egyedül elmondani. Most már a kicsi is tudja, igen, tehát ő is elmúlt 3 éves. Igen, és ahogy már említettem, az is nagyon tetszik nekem, hogy az óvodába is lehet vinni már locsoló parfümöt, és ott a lányokon is tudják ezt gyakorolni. Közben itt alakul a kép. Nagyon-nagyon szép lett, tényleg. Igen. Annyira ilyen igazi, vidám tavaszi. Ó, Márti, hát most nem mondhatsz mást, na. Mondhatnék más, de azt tudom mondani, hogy a nyúlszívról ugye nem maradt, tehát maradt a virág, viszont tényleg annyira mutatós.
És szeretnéd is kitenni valóban, akár egyébként itt a stúdióban, vagy az otthonodban? Szívesen, hát hétvégén is kerestem kis díszeket, ami ugye most itt van a barka, ezt ugye feldíszítettük mi is egyébként hasonló mintázatú tojással, mint amit te tényleg, itt tényleg, majd hogy ugyanolyan, úgy, csak hogy szerintem egy ilyen nagyobb igen, méret. Igen, egy ilyen nagyobb és olyan mutatós, tényleg ilyen kis márvány eredetű mintás. Igen, úgyhogy én is mindig itt keresem a díszletet a stúdióba ünnepnek megfelelően. És ugye, hogyha már a gyerekekről beszéltünk, el lehet nekik mesélni a borka szentelés hagyományát is, hogy ugye mind az egyházi szempontból, mind a népszokások tekintetében is jelentőséggel bír a borka, illetve a borkának a megszentelése, mert úgy tartották a régiek, hogy előzi a rosszat, tehát mindenféle rosszat előz, ezért is érdemes a lakásban tartani. És ugye húsvétkor még meg szokott jelenni, mint farsangkor ez a kiszebábú égetés, csak ugye farsangkor a tél előzése, így van a kiszebábú, viszont ilyenkor a gonosznak, rossznak is az előzését jelenti, csak nem csak a télnek az előzését, elégetnek egy felöltöztetett bábút, és ennek örömére van a villőzésnek a hagyománya, az pedig az, hogy mindenféle ágakkal, növényi díszletekkel feldíszített tojásos koszorúkat készítenek, illetve ágakból összefont csokrokat, ezzel járnak az asszonyok, és ezzel is előzik a gonoszat, illetve a telet. Sőt, valaki ezzel várja a locsolókat, annak jártam utána, tehát van olyan falu, ahol ez a népszokás, hogy a locsolókat is ezzel várják, képzeld. És egyébként a gyerekkorodra hogy emlékszel vissza? Hogy telt a húsvét hétfő? Te nagyon, nagyon szeretted ezt az ünnepet? Nagyon vártad, hogy jöjjenek a locsolók, meglocsoljanak téged? Mennyire volt kedves a szívednek ez az ünnep? És az ezzel járó szokások, vagy népszokások? Én vártam a locsolkodást, de igazából nem is magát a locsolkodást vártam annyira, hanem úgy jönnek vendégek, és akkor úgy a készülődést történik vártam. Valami. Tehát nem konkrétan a locsolás pillanatát. De van egy gyerekkori emlékem, ilyen gangos régi házban laktunk itt Budapesten, és a szomszéd gyerekeket viszont tényleg vödörrel locsolták a gangos körfolyosón, és akkor leselkedtem mindig, és azt vártam, hogy mikor locsolják meg a szomszéd kislányokat. De neked volt egyébként olyan, hogy amikor az iskolatársak megjelentek, akkor nem kis szolid parfümkékkel jelentek meg mondjuk az ajtóban, hanem akár szódás szifonnal, akár egy vödör vízzel, tehát volt ilyen részed, hogy megkergettek mondjuk az udvaron? Nem, nekem konkrétan nem, mindig így a szomszéd teremben a fiúknak voltak ilyen akciói, hogy minket kihagytak belőle. Ez lehet, hogy kevésbé tetszett volna az. Én meg bevallom őszintén, hogy én jobban szerettem mindig az ilyenfajta locsolkodást, mert én nem szerettem azt, hogy mindenféle szagos parfümmel összefújtak a srácok. Nekem az volt a kedvenc, amikor jöttek, és akkor megkergettek az udvaron, és tiszta csuromvizesen mentem haza. Aztán átöltöztem. És egy ilyen pacsúi áradat volt már igen, végén. Igen, igen. Nekem ez lesz a napocska. De egyébként tényleg, mint ahogy nagyon sok ünnepnél, tehát a várakozás öröme, az nagyon áthatja például a húsvét hétfőt igen, is. Igen, tehát hogy magát a pillanatot is át lehet élni, viszont az előzmény, tehát ugye a várakozás, a készülődés, locsoló versek tanulása, illetve tanítása, neked ezek a szép dekorációk, akár ajándékba, tényleg, akár az otthon készítésére. És ha már locsoló versek és fiaid, a klasszikus locsoló verseket mondják, vagy mire tanítottad meg őket? Egyértelműen a klasszikusokra, mert én kis cifrább verziókat, így van, vagy piros tojás, fehér nyuszi, locsolásért kapsz egy puszit, vagy jár egy puszit. Jár egy puszit. Igen, és ez teljesen egy kultúrált verziója, vagy locsoló verseknek. Igen, elkészült neked hát is? Szerintem. Nagyon szép. Én eddig jutottam, nekem nyuszi most nincsen, lemaradt, de majd legközelebb. Én ilyen virágos, tojásos kompozíciót álmodtam meg. Úgyhogy. De a tojásokat teljesen az harmonizálnak a virágokkal, úgyhogy igen. A tavasz jelképe itt is megjelenik. Igen. Ez pedig kifejezetten egy húsvéti képlet, nyuszi a tojásokban bővelkedik, és a nap pedig ez a kis sárga díszlet. Nagyon szép. És tehát akkor elkészítettük végül is a kis fészket a kis csibénknek, ez is megvan. Csináltunk képet, és amit még szeretnék megmutatni, ez a kis könyv, mert hogy mindig hozol nekünk egy gyerekeknek szóló könyvet is, ami hasznos. És igen, szeretek, mert úgy tudom, hogy sok kisgyermekes édesanyja, illetve nagymama is nézi ezt bizony. A műsor, és nekik sok szeretettel ajánlom Marék Veronikának a klasszikus művét, a Boribon sorozatból a Boribon tojásfest című könyvet. Nagyon kedves, rövid, átlátható történet, a kedves, már megszokott Boribon, illetve kisbarátja Anni-Panni figurákkal. Boribon
elcsen egy tojást, és ő festi be, amit kicsit elront, és akkor a végén belátják, hogy mégiscsak ővé lett a legszebb paca tojás, azért időzőjelben mondom, mert hát egy paca került rá, de rájönnek, hogy nincs is ennél szebb, mint Boribonnak az alkotása. És itt is felkészít a locsolkodás hagyományára, hogy kik jönnek locsolni Anni-Pannit, úgyhogy, és még a cicát is meg akarják benne locsolni. Nagyon aranyos, ajánljuk akkor mindenkinek ezt a kis könyvet. És Márti, hogyha már itt a meséknél tartunk, engedj meg egy személyes kérdést. A te gyerekkorodban, nem tudom, hogy konkrétan ott mik voltak azok a emblematikus rajzfilmek, amit mondjuk édesanyád, amíg elment főzni egy tejberist, addig téged ott hagyott és engedte, hogy nézd. Nekem voltak, tehát az Oroszlán király, a Kishableány, a Pocahontas, nem tudom, tehát ezek. Ezek az örök klasszikusok. Hamupipőke, Csipkerózsika, igen, örök klasszikusok. Te a gyermekeidnek mennyire mutatod meg ezeket a régi idők nagy rajzfilmjeit? Megmutatom, hogy ismerjék, tudják, de én abszolút korlátozom a képernyő előtt eltöltött időt, tehát sokkal jobban szeretem a személyes foglalkoztatást, finom motorikai fejlesztést, tehát az aktív tevékenységeket. Este nézhetnek mesét, korlátozott időtartamban és szelektálva, és miután így lettek nevelve, szoktatva, így meg is szokták ezt, tehát hogy nincsen ebből probléma, és elalvás előtt természetesen élőszóban hallják a mesét, ami ugye nagyon jól fejleszti a fantáziát, képzeletet, és ugye itt nem egy kész képet kapnak, hanem a sorok mögött ugye a kis agyukban megjelennek a motívumok és képek, és ez pótolhatatlan szerintem. Márti, ezt minden ilyen kis foglalkozásunkkor elmondjuk, de azt hiszem, hogy ismétlés a tudásanyja, és ahogy mondtad, nagyon sok nagymama, kisgyermekes édesanyja nézi a műsorunkat, úgyhogy a számukra hasznos lehet az, hogy miért kell a gyermekeket bevonni mondjuk ilyen tevékenységekbe, egy-egy ünnep, egy-egy készület során. Finom motorikai fejlesztés, jelen esetben ugye a ragasztásos technikát alkalmaztuk, másik adásokban a tépéses technikát, vagy bármilyen olyan technikát, amivel a kéz összerendezett finom mozgásait tudjuk fejleszteni. Továbbá már nagyobb gyermekeknél, óvodában, iskolában, csapatmunka keretében, hogyha összedolgoznak 2-3-4 gyerek, nem kell nagyobb csapatokra gondolni, akkor ugye kiválóan fejlődik az egymásnak a megismerése, együttérzési készség, empátia, probléma megoldó képesség, tehát hogy hogyan tudnak csapatban együtt dolgozni, ami ugye később életben is elengedhetetlen, és jó, hogyha már ilyen kiskorban ezt megmutatjuk nekik. Amiket most a nézők láthattak, tevékenységeket hány éves kortól ajánlod a gyerekeknek? A ragasztópisztoly használatát azt inkább általános iskolától, tehát úgy, hogy önállóan használják, ahol ezt nem kell alkalmazni, hagyom a hagyományos stiftes ragasztót, azt például már a bölcsödében is felügyelet mellett tudják használni. Geiger Márti, kisgyermeknevelő, köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Nagyon köszönöm, Eszter, és boldog áldott húsvétot kívánok a kedves nézőknek.